Kedves vendégek, kollégák, gyerekek! Elérkezett a várva várt év vége. Hogy is lehetne zárni az év utolsó tanítási napját, mint egy fergeteges iskola gálával? Én kívánom mindenkinek, hogy jól érezze magát, gyönyörködjön a szebbnél szebb produkciókban, és tapssal biztassák a gyermekeket. És akkor szeretném még egyszer elmondani a fellépő gyermekeknek, hogy csak szünetben, taps idő alatt jöjjenek ki és be az épületbe. Köszönöm szépen! Iskola gálánk első műsorszámában tűztáncot láthatnak a 4. B osztály előadásában. Thank you.
Zoltán, a 3 nyúl. Előadja Szabó Áron, második A-osztályos tanuló. Zeng Zoltán, a 3 nyúl. Egyszer régen, nagyon régen, zúgó erdő közelében, 3 nyulak összegyűltek, selyemfűre települtek. Ottan se ültek sokáig, talán csak egy fél óráig, amikor felkerekedtek, hogy már végre hazamennek, egy szarka felettük szállott, s felkiáltott. Mit csináltok, 3 nyulak? Úgy ültök ott, mint az urak, úgy-úgy bizony, mint az urak, felelték a 3 nyulak. Ezután már urak leszünk ebédre, rókahús teszünk, nem fogjuk az időt lopni, most indulunk róka fogni. Csacsi szarka nem elhitte, repült is már a hírt vitte, s buta róka is elhitte. Hát nehogy ne hitte volna, akármilyen ravasz róka, mert a szarka így kiáltott. Egy regénye fölött szállok, akkor lenézek a földre, 3 nyulak ülnek körbe, összebújva tanácskoznak. Jaj, mekkora volt fogunk szájuk, a medve egér hozzájuk. Hát még miről beszélgettek? Hogy eztán csak rókát tesznek, ennek a felese móka, szedte is a lábát a róka, futott ki az erdő szélre, csak mielőbb odaérne. Hát, amint ott futott, szaladt szembe vele farkas halak. Szaladt te is, kamán farkas, jaj, mit láttam, ide hallgass. Az erdő közepében jártam, most is borsódzik a hátam. Sosem láttam ilyen szörnyet, ottan ültek 3 szörnyek. 3 nyúl volt, de akkora, fél mérte is volt egy foga. Hát még miről beszélgettek, hogy eztán csak farkas tennek. Esznek, hiszen elég se kellett, a farkas is úgy kezdett. A rókával versenyt futott, majdnem az orrára bukott, addig futottak liegve, még egy medve jött velük szembe. Nézz is! A medve is szorongatta. Hova szaladsz, farkaskoma? Medvekomám, ne is kérjed, szaladj, ha kedves az érted. Az erdőben 3 szörnyek. Az erdő közepében jártam, jaj, mit láttam, 3 nyulak ottan ültek, éppen ebédre készültek. Akkora volt foguk szájuk, kisegérke vagy hozzájuk, hát még miről beszélgettek, hogy eztán csak medvét esznek. Egyébre se volt már kedve, szaladni kezdett a medve. Elő róka, hátul medve, közben a farkas lihegve, szagforán szedték a lábuk, szellősen érjen utána. Amíg futottak lihegve, egy vadász jött velük szembe. Nézi is őket nevetve, együtt szalad, róka, medve. Részen csak ne nevessél, vigyázz, nehogy bajba essél. Kiáltott rája a medve. Az erdőben 3 szörnyek, puska sem öli meg őket. Szedte lábát a vadász is, eldobta a puskáját is, ilyetében megfogadta. Most az egyszer érjen haza, csak ne fajják fel a szörnyek, sohasem vadászik többet. Ez alatt a nyusziházban, fűszálakból vetett ágyon, 3 nyuszi aludt szépen összebújva békességben. A harmadik produkciónk egy pizsamás tánc lesz, amit a 3. A-osztályosok fognak előadni. Fogadják őket sok-sok szeretettel. Thank you.
Megvárjuk, még elhelyezkedik a negyedik B-osztály is. Vörös Marti Mihály Petike című versét előadja Deák Dóra, negyedik A-osztályos tanuló. Vörös Marti Mihály Petike, húsmogorván ül Petike, ha-ha-ha, Péter és Bú a menkőbe, mi baja? Anya kémli hűszemekkel, jó öreg. Azt gondolja, fiacskája tám beteg. Ki a Galuska, Peti fiam, eszel-e? Dehogy eszem ki vele. Ki a bor, édes szép fiacskám, iszol-e? Dehogy iszom el vele. Kell-e sárkantyú csizmádra, Petikém? Kalpagodra tol, smentédre rúg kaprém. Mit nekem tol, mit nekem prém, sarkantyú? Ha a szívemben, mint a róka, rágabú. Kell-e könyv, a szomszéd könyve, biblia? Mit nekem könyv, a beszéd, mint Szófia? Egy barátom van nekem, csak a halál. Az, tudom, hogy innen-onnan lekaszál. Az egekre, Peti fiam, meg ne haj! Annyi benned a sóhajtás, mint a raj. Átidézem tányuliskát, láthatnád? Szól mogorván Péter úrfi, hol van hát? Álmányadt a Péterkéje, még mi nem volt a bibéje, sem kalapja, sem mentéje, sem a sarkantyú zenéje, nem kell neki rókamája, sem a szomszéd bibliája, nem kell neki bor, galuska, de bezzel kell a Juliska, bár negédes és hamiska, de vidor, szép és piroska. Sem ehetnék, sem ihatnék, csak Júlcsával nyájaskodnék. Ej, Petikém, szép fiam, hát ez a baj. Gondom lesz rá, hogy nagyot nőj, s meg ne haj. Most takarodj iskolába, rossz fiú. Meg ne lássam, hogy pityereksz, félre bú. Iskolában a Juliskát elfeled, Isten élted 10 év múlva elvehet. Elkalandozunk a színek világába, méghozzá a Levendula virág színeibe. Levendula produkciót láthatok a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola Cigándi tagozatának modern csoportjától. Ahora fue, ahora fue, ahora fue, no hubiera fule.
negyedik A osztályos tanuló, Gáti István, a Szigorú szemüveg című versét szavalja. Gáti István, a Szigorú szemüveg. Nagy táskája mélyén van egy parányi üreg. Ott egy különös rémél a Szigorú szemüveg. Nagy jól ráhaladom, sosem kérdem, miért ez. Van neki másik három, s ebben mindig kikérdez. Egyet az utcán visel, az olyan szelíd kerek, s van neki kettő, mivel főzni, meg valni szeret. Nagy egyébként kedves, máskor sohasem szól rá. Mégis Szigorú csend lesz, mikor ül az orrá. Sok volt talán a játék, ebből magolás lesz még. Rám de szomorú árnyék, magogok csak a leckék. A szavaim meg kínban eltévesztik helyüket, orrán tüzesen villan a Szigorú szemüveg. Következik, méghozzá Olá Ajsa 6. A osztályos előadásában, Aranyosi Ervin, kérés a szülőkhöz. Fogadják szeretettel. Aranyosi Ervin, kérés a szülőkhöz. Vigyázz rám, kicsi vagyok, egy apró kis virágszál. Te kaptad a feladatot, hogy mindig rám vigyázzál. Nem azért jöttem én ide, hogy valóra váltsam álmod. Nem élhetem az életed, ha te nem jól csinálod. Az életemnek célja van, s mint egy apró mag kikeltem. A tudás készség bennem él, s amint utamra leltem. Megírom én is sorsomat, vágyam könnyít léptem, s ha támogatsz, velem leszel, tiéd is lesz az érdem. Mutasd példát hát, s lelkesíts, de óvd meg a világtól. Ha majd kérlek, ott majd segíts, s olyan is lesz, míg átol. Legyél az őrző angyalom, de ne légy a börtönőröm. Ha kell, hát engedj szabadon, segíts a csúcsra törnöm. Ha kell, szeress és bátoríts, légy biztos menedékem. Legyél értékes, drága kincs, mely megkönnyíti léptem. Legyél tanítóm, mesterem, ki vezet titkos úton. Segíts az élet lényegét, könnyedén megtanulnom. Soha ne légy a zsarnokom, ki húsba köti szárnyam. Legyél vezérlő csillagom, törj utat fél homályban. Vigyázz rám, kicsi vagyok, a jövőt bennem éled. Engedd lágyan ömölni rám, boldog szeretet fényed. Itt a nyár. És ha még nem láttunk elég szúnyogot, akkor most ide varázsoljuk önöknek a színpadra, méghozzá a nagy mazsaret csoport szúnyogtánca következik. Yeah.
mese a legokosabb nyúlról. Fogadjátok sok szeretettel Kristóf Márk második áosztás tanuló előadásában. Szélek Zoltán a legokosabb nyúl. Egyszer volt, hol nem volt, túl a hegyen, túl a réten, egy kis erdő közepében. Az erdőben egy tisztáson, fűszálakból vetett ágyon, ott, ahol sosem járt ember, s egy farkas a polgármester, ahol ezer róka túl, ott lakott egy kicsi nyúl. A kis nyúlnak háza nem volt, szeme kettő, orra egy volt. Hosszú füle, burta farka, semmi furcsa nem volt rajta. Így éldegett, amíg egyszer meg nem halt a polgármester, a bölcs farkas. S eltemették, megsiratták, mert szerették. Az állatok összegyűltek, egy tisztásra települtek, éjjel-nappal tanakodtak, polgármestert választottak. Róka mondta, róka legyen, szarvas mondta, szarvas legyen, ősz kiáltott, őzön a sor. Teli fák, teli bokor, madár ült minden ákhelyen, s kiáltották, madár legyen. Addig-addig tanakodtak, a végén majd hajba kaptak. Még egy nyúl szól, most az egyszer nyúl legyen a polgármester. Erre elkezdtek kacagni, mert nem tud az más csak szaladni. Az árnyék is megkergeti, úgy meg ilyet hideg leli. Ha ág zörren, rögtön szalad vagy meglepül a fű alatt. Most legyen okos az ember, ki lesz itt a polgármester? Szól a bagoly elkegyen, az a fontos, hogy okos legyen. Akár bátor, akár gyáva, ész legyen a kopakjába. Mindig szóltak okos beszéd, próbáljuk ki, ki készít. Igen ám, de hogy próbáljuk ki? Már is szólt a bagoly rájuk, aki becsapja a rókát, az kiállotta a próbát. Rajta szarvas, rajta őzek, lássuk ki lesz a legbölcsebb. Ki tud győzni az észtornán, ki tud kifogni a rókát. Előbb az ősz került sorra, ide figyelj ravasz róka. Felhökköztetik az éget, sohasem járt erdőn réten, mégis ő növeszt fűszállat, zöldbe balit bokrot állat. Nevet csak ezen a róka, ez aztán a nehéz próba. Jobban tudom, mint te magad, mi volna más, ha nem a nap. Most a szarvas került sorra. Én aztán megfoglak róka, nincsen lába, mégis szar, de mégiscsak egy helyben marad. Megint csak így szól a róka, ez aztán a nehéz próba. Jobban tudom, mint te magad, mi volna más, folyó, patak, most a kisünk kerül sorra. Erre felelj, ha tudsz róka, ha megfelelsz, most az egyszer te leszel a polgármester. Nincsen szárnya, mégis repül, fákon, bokrokon, hegedül. Ha nem repül, nincsen sehol, de mégiscsak van valahol. Törés fejét a róka, ennek a fele sem óka. Hiába nok, nincs felelet, mondd meg Nyuszi, hogy mi lehet. Szóra Nyuszi, figyelj róka, hogy mi lehet, mi más volna. Ismeri a nyár, s a tél, mi lehetne más, a szél. Kis nyúl főzte le a rókát, ő állotta ki a próbát. Az erdőben akkor egyszer Nyuszi lett a polgármester. Egyszer volt, hol nem volt, egyszerű kis Nyuszi volt. Hosszú füle, kurta farka, semmi furcsa nem volt rajta. A következő műsorszámunkban idevarázsoljuk a tengert. A Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola balett csoportja következik. Thank you.
Lakatos Krisztiánt a színpadra. Lakatos Krisztián 3. A-osztályos tanuló, és Mátyás mesét hallhatunk tőle. Mátyás király meg az öregember. Egyszer Mátyás király nagy urakkal járta az országot. Kedves volt mindenkihez. Nem nézte ki mi, megszólított mindenkit. Megszólított egy öreg embert is. Az öreg valamikor a katonája volt. Egy-két szó után rögtön rá is ismert, mert Mátyás király megismerte esztendők múlva is, hogy kiszolgált nála. Tisztességben öreg, mondta a király. Köszönöm az asszonynak, felelte rá az öreg. Hány pénzért dolgozol? Kérdezte a király. 6-ért, felelte rá az öreg. Hányból élsz? 2-ből. Hát 4-et hova teszel? A sárba dobom. Hány még a 32? Már csak 12? Meg tudnád-e felni a bakkecskét? Meg én. Az urak csak bámultak. Egy szót sem értettek ebből a beszédből. Látta ezt a király, és nevetve még azt mondta. Amíg a képemet meg nem látod, addig meg nem magyarázd senkinek. Azzal a király továbbment. Az urak utána rögtön tudakolni kezdték, hogy mi szót váltott fenséged ezzel az öreg paraszttal. Nem értjük. Felállt Mátyás király, találjátok ki. Aki kitalálja, nagy jutalmat kap. Az urak gondolkodtak, de hasztalan. Erre gyorsan visszamentek az öreghez. Körülvették, kérték, unszolták, hogy magyarázza meg azokat a kérdéseket. Addig nem, míg a király képét meg nem látom. Hol? Milyen képét? Kérdezték az urak. Ami az aranypénzen van kinyomtatva, mondta az öreg. Megállapodtak 10 aranyban. Az öreg most már elkezdte a magyarázatot. Tisztességben öreg. Ez azt jelenti, hogy az asszony mossa rám a ruhát. Márpedig a tiszta ruha tisztesség. Ezért mondtam, hogy köszönöm az asszonynak. De miért dobod a pénzt a sárba? A 6 közül 4-et, kérdezték az urak. 6 pénzt keresek. 2-ből magam élek, 4-et a fiamért dobok. És az annyi, mintha a sárba dobnám. Hát az mit jelent, hány még a 32? Megmondom 10 aranyért. Leolvasták az öregnek az urak a 10 aranyat is. Legénykoromban még 32 fogam volt, de most már csak 12 van. Ez azt jelenti, felelte nevetve az öreg. Már csak egy kérdés volt hátra. Az urak azért sem sajnálták a 10 aranyat. Hát az mit jelent, hogy a bakkecskét hogyan fejed meg? Az azt, ahogyan most az urakat megfejtem. A zene az kell, álmod meg a csodát. Előadja a Kántor Mihály Általános Iskola énekkara. Zongorán kísér Németi Viktória. Mert a jó a rosszabb szó, olyan, ami sokszor változó, de egy ismerős hang az megmarad.
öcsémhez című versét elszavalja Kristóf Gellért, 4. A-osztályos tanuló. Petőfi Sándor, István öcsémhez. Hát hogy mind vagytok otthon, Pistikám? Gondoltok-e úgy néha-néha rám? S mondjátok-e, ha este véd után beszélgetésetek meghitt és vidám, mondjátok-e az est óráinál? Hát a mi Sándorunk most mit csinál? Máskülönben hogy van dolgotok? Tudom, sokat kell fáradodnotok. Örök törődés naptok éljetek, csak hogy szűkecskén megélhessetek. Szegény atyám, ha ő úgy nem bízik az emberekben, jégre nem viszik, mert ő becsületes lelkű, igaz, és azt gondolá, hogy minden ember az, és a hitének áldozatja lett, elveszte mindent, amit keresett. Szorgalmas élte verítékinek, gyümölcseit most már sem észti meg. Miért nem szeret úgy engem Istenem, hogy volna volt sorsán enyhítenem? Agnapjait a fáradástul én, mi édes örömest fölmenteném. Ez fáj nekem csak, nyugodt életemet most egyedül csak ez keseríti meg. Tégy értem, itt tenni bír erőt, légy jó fiú, és gyámolítsad őt. Vedd vállaira félig terheit, s meglásd, öcsém, az Isten megsegít. S anyánkat, ezt a drága jó anyát, ó Pistikám, szeres, tiszteld, imád, hogy mi ő nekünk, azt el nem mondhatom, mert nincs rá szó, nincsen rá fogalom. De megmutatná a nagy veszteség, ha elszólítaná külnünk az ég. E néhány sorral ért be most, öcsém, én a vidámság hangját keresém. Akaratlan ilyen fekete, lett gondolatjainak menete. S ha még tovább vonnám-e fonalat, szívem repedne a nagy hín alatt. Más levelem majd több lesz és vidám, Isten megáldjon, édes Pistikám! Kedves vendégeink, fogadják szeretettel a legkisebb mazsoret csoportos produkciójának a neve, bocsánat, Rich. Thank you.
György Máté, 3. A osztályos tanuló, versének címe, hová lett az ellenőrző? Gyuvás Magda, hová lett az ellenőrző? Anyu kérdez, apu fogga, ellenőrzőt hová raktad? Ezt kérdezik napok óta, unalmas már ez a strófa. Nem találom, mondtam bátran, ott maradt az iskolában. Vagy a padban felejtettem, vagy útközben elvesztettem, vagy a cicavihettel próbálkoztam újabb trükket. Ellenőrzőm csak elvitte, ejje, vajon hová tette? Így soroltam egyre tovább, keresve a rejtély okát. Anyu hallgat, jaj, de ciki, tudja, hogy hüllentek neki. A szobába apu lépett, vágtam csodálkozó képet. Ellenőrzőm ott volt nála, szőnyeg alatt megtaláltam. Na majd elverem a cicát, beírt neked egy szekundát, mondta apu nagy mérgesen, rögtön eltört a mérgyesen. Ne bántsátok a cicát, nem ő írta be a szekundát, tanítónénitől kaptam, mert az órán rosszalkodtam. Anyu és az apu nevet, örülünk, hogy jó a szíved. Ne félj, nem bántjuk a cicát, de kijavítsd a szekundát. Szabó Lőrinc, Lóci Óriás lesz. Előadja Gecse Lilla, 6. A osztályos tanuló. Szabó Lőrinc. Szabó Lőrinc, Lóci Óriás lesz. Veszekedtem a kisfiammal, mint történel egy óriás. Lóci, ne kalapáld a bútor, Lóci, hova, mit csinálsz? Jössz le rögtön a gázre, Zsóról? Ide az ollók, nem szabad. Rettenetes, már megint ledobta az elkéről a mozarat. Hiába szittem, fenyegettem, nem is hederített rám. Lépcsőnek használta a könyves polcokat egész délután. A kaktusz bimbait lenyírta, és fölpontolta a babát. Most nagyobb vagyok, mint te, mondta, és az asztal tetejére állt. Nem bírtam vele, tönkrenyúzott, de azért tetszett a kicsi. És végül, hogy megrakninak kelljen, leültem hozzá játszani. Legugoltam, és az óriásból negyed órára tört vele. Mi lenne, gondoltam, ha te is lenkolnál, ahol a gyerek. És ahogy én lekuporodtam, úgy kelt fel rögtön a világ, tolni kiálltak, s keltek köröttem, és minden láb volt csupa láb. És ahogy megnőtt a magas, a messze, és csak a padló volt enyém, mint nyomorult kis rab mozogtam a szoba börtön fenekén. És ijesztő volt oda lentről, hogy a nagyok a nagyok, mindent tudnak és erősek, és én gyönge és kicsi vagyok. Minden lenézett, megalázott, és húri horgas vágy emelt föl, mint az első hajós, ki az eget felé szányra kell. És mikor elfutott a méreg, hogy mégse szállok, nem növök, feszentem, mint kis észrecsembe, bomba a nagy falak között. Tenni akartam, bosszút állni, megmutatni, hogy mit tudok. Negyed óra, és már gyűlöltem mindenkit, aki elnyomott. Gyűlöltem, ó, hogy meggyűlöltem. És akkor zsupsz, egy pillanat, Lóci lerántotta az abroszt. És már iszolt is, nem tudva, hogy kikap. Felugrottam, de kölyök! Aztán, jó, ne félj. Mondtam csendesen, és magasra emeltem szegénykét, hogy ő is nagy, hogy óriás legyen. Következő műsorszámunkban a Cigándi gyermektáns csoport mutatkozik be. Műsorukban szerepel Délalföldi Olához tánc, Felső Tizabidéki táncok a 4. A osztályosoktól és a Maskara. Fogadják őket szeretettel!
Segítő munkájukat, és akkor felkérem az igazgatóasszonyt a mondandója elmondására. Köszönöm szépen, nem szeretném húzni az időt, hiszen meleg van, és siettek. Erre az utolsó percekre még egyetlen egy gondolatot szeretnék mondani. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök, és büszke vagyok arra, hogy olyan tanítványaink vannak ebben az iskolában, akik egy másfél órás műsort tudnak nekünk prezentálni. Köszönöm a műsorban közreműködő pedagógusoknak, akár intézményi dolgozónak, akár a művészeti iskolák nevelőinek a kitartó, szorgalmas, egész éves munkáját. És én nagyon boldog vagyok és büszke vagyok rátok. Egy dolgom van már csak, visszaszámolni, és akkor számoljatok velem. Ó, jó, ció,